Acsácsom, egy csörtészt a csokolád és traktorkerék, üdv a csatornán, kifőr már vereti is tovább ezt a csodálatos föld megbukkalást. Na, igen, meg kellett töltenem ugye a dolgot. Dolgot, amikor nem jut eszébe, hogy gyere, hülyének a izének a neve, mi a gépnek nem. Meg kell tölteni dolgot. Aztán akkor... Mindjárt majd beszélek egyébként kommentekről is. Ja, és nézd meg, hogy romlik az állaga. Eddig annyit használtuk ezt a kotlát, hogy ezt a földet csináltam meg vele. Érted? És mi van? 50% lelomlott. Hát ez szörnyű. Szörnyű, hát a csoki séket, jó. A Starbucksba vettem. Ez is nem tudom, ismeritek. Valamilyen csenge. Ja, egyébként eléggé megoszlottak a kommentek azzal kapcsolatban, hogy megéri-e, meg nem éri. Nem is igazából nem is azzal kapcsolatban oszlottak meg, hogy megéri-e, vagy nem éri meg a föld megmunkálás, hanem azzal kapcsolatban írtatok inkább, hogy jó, hogy nem éri meg, de hát az hozzátartozik a gazdálkodáshoz, mert most akkor mit akarok, nem akarok földet megmunkálni. De a földet megmunkálni muszáj lesz, mert az állatoknak könnyi annyi, meg így annyi, aztán ugye anélkül nem fog nagyon menni a dolog, hogy ne termeljük meg nekik a különböző csodálatos tápanyagokat, és sőt, hogyha ugye állatokat tartunk, akkor még változatosabb étrendet kell kialakítanunk. Gyerekek, 110 000-ünk van, 110 000-ünk van, elmondom nektek, 100, nem is tudom mennyi, 140 valamennyire kezdtük az előző részt, és azóta nem csináltuk semmit, nem vettünk semmit, csak permetezek. De hát ilyen, nem tudom, ilyen 50 000 minimum csak a permetezés, akkor nem számoljuk azt, hogy ugye a gépeknek a kopása, akkor a kombájnok, akkor, fú, a gyerekek borzalmasan nagyon sok pénz fog elmenni itt nekünk erre. Ugye a mai részben várjatok, mentek egyet, mert nem mentek, akkor baj lesz, amit te ne. Hogyha kifagyunk, mert akkor nem. Egyébként itt látni alas mindent, üzemanyag utántöltés segítő nincs, mag utántöltés. Jaj, ne. Köllött nekem itt magára, hogy ne dolgozott, már nézd meg, mit csinált. Ja, igen. Szóval egyébként azt be tudnám kapcsolni, ugye, hogy a dolgozó megvegye a trágyát, meg minden, az nagy segítség lenne, csak lehet, hogy akkor ütnétek itt a hátamat nekem, hogy hát miért nem úgy csinál, igazából annyi, hogy nem azzal van a legnagyobb baj, nem azzal van a legnagyobb baj. Jó, vagy gyerekek, csapjuk neki mindjárt, figyelj, egy csikot kell lehúznom, azt meg vagyok ám. Ez pöröghet az idő, aztán jöhet a tojás biznisz. A tojást nagyon jó áron kell eladnunk, mert rengeteg lesz, ne felejtsük el, meg a ízét is nagyon jó áron kell eladnom. Úgyhogy addig kéne pörgetnem az időt igazából, amíg a tojás nagyon jó árba nem lesz. Mindjárt végzünk ám vele, gyerekek, már egyébként még mindig 25-tel megy, nem tudom, hogy mikor csökken a sebessége a vejradarnak. Az szerintem egyébként lehet, hogy 50%. Na, nézzétek, ilyen szép csodálatos képe lett ennek. Hát, öpá, mekkora egy izé terület ez. A izét akartam megnézni, ezt a földet. De valahogy oda kéne ugratnom. Nincsen valami közelben? Ott itt van a gabonavalom. Majdnem megvettem a gabonavalmot, te Isten! Na, hülye. Na, mindjárt várja. Itt a 42-es földre. Rá akarok nézni, mert lehet, hogy gyerekek, ha ez be van érve, ú, de nem lesz jó, mert pörgetnem kell az időbe. Mi van rajt? Jó van, izé, mi ez? Ez ilyen krumpli vagy valami csoda, nem? Burgolja, Varga Attilái. Jó van, akkor ott rohadjon meg. Mert azt nem fogom kiszedni, abban biztos vagyok. Ott rohadjon meg, ekezzél ilyen. Na, a 36-osan mi van? A Bauterösen. Bauterösen ekezdi. Jó van, mindegy, csináljuk. Várj, mi az itt túl? Ő meg? Hát haladjál, Dezső! Ja, mert ugye voltam, el sem indítottam, hanem csak ideje volt. Na. Várj, akkor erre rálátok. Rálátok! Megnézzük ezen is mi van. De ezen szerintem valami csoda dolog van. Mi az? Látom, jó. Gyomos. Gyomos. Tudom, meg lehet nézni térképen, de ráérünk, gyerekek.
Burgonya, figyeljetek, mi van? Burgonya izé van? Szezonban? Vagy mi a szütykös lócitrom? Úgyni. Jó, hát ez van egy érdekes képe ennek, itt van benne egy sebetű. Annyi baj legyen, ott egy-két pipacs még belefér, jó lesz az, majd elviszi. Elviszik. Na, akkor mindjárt már pörgetek ám az időt, mint az őrület. Csak mindjárt érted, még milyen hosszú ez a földrész, te? Az a durva, annyira ki vagyok zoomolva, hogy bele se akar ugrani a gépbe. Gyerekek, ez? Ez egy hülye voltam, hogy ezt megcsináltam. Ezt már most bánom, mint az állat. Jó, ezt tőlkénk akkor majd figyeljük a földeket, aztán oda csoportosítjuk a gyors reagálású arató brigádot, azt ne arassuk a francba. Olyanok leszünk mind a ideig, mind a... Oda nézzék? Peszkálja! Peszkálja! Peszkálja elkezdi a vie. Jó van, oké. Okay. Na, megtörtént az esemény. Most azt nagyon lehet imádkozni, hogy ez nagyon józam legyen. Mert különben ezt eladok minden tért, ezt elmegyek Hawaii-ra. Nem akarok csúnya dolgokhoz nyúlni egyébként, de tudnék. Tudnék. Mármint tényleg ezt benyomnám az egészet, tizéve. Meg itt megvennék mindent, benyomnám az összeset búzával, betermelé volna a tikokhoz, azt konkrétan AFK, meg lenne az egész móka. Jó. Na mi van, elindulunk még ma? El. Pörgessük az időt. Föl egy kicsit. Mindenképp a beérésig, azt szerintem hónap lesz. Meg árok van végig. Jó, ez a gépnek talán nem annyira durva. Ó, itt nagyon kicsi volt az árok. Tejfeldolgozó állomáson megy a kereslet, de várjál, mire? Tejfeldolgozó állomáson lehet tojásvételés, ne viccelj. Biztos, hogy nem az, hát hogyan is lenne. A tej. Ja nem, a tejfeldolgozó állomás az más. Na most jöttem rá. Tudum! Hát reggelig biztos, hogy pörgetünk. Végre megtörtént az esemény, gyerekek. Hát egy darab kombájnnal nem leszünk kisegítve, de mindenképp hozok majd még egyet. Follow me módot kéne használni majd ez erre. Yeah. Várja, ránézzünk. Ugye, legjobb, legnagyobb beérési stádiumban legyen, az mindenképpen. Az még nagyon messzi van. A 38-as meg a 39-esen mi van? Ja, még mindig ugyanaz. A 41-esen meg más sem mi, vagy mi van ezzel? Betakarított, be is takarították a 41-eset, jó? Jó van. Keleti Gabon elevátorban nagy a kereslet. Meg kéne állítani időbe. Hát, hogyha nekünk az jó. Ugye ránézek, jó? Mint látom, kukoricát vesznek. Jó, figyelj, még egy... Még meg a tojást kéne figyelni, gyerekek, azt... Arra menjünk rá, várjál már. A tojást, a tojást. 4000... 4000, egyszáz, jó, és akkor pörgetjük az időt, a tojást nagyon figyeljük, jó? Az a lényeg, az egy ilyen 5500 minimum a tojás, jó? 5500, 5000 fölött, jó? 5000 fölött már adjuk a tojást. Na, megindultunk. Na, azt felmegy maxra az első. Gyerekek! Azt a begyár! 6100 a tojás, hallod? 6100 a tojás. És ez meg szerintem nyire beérett? Szerintem igen. Jó. Itt meg meg közben művelik, látjátok? Ilyen kockákban művelik akkor a tök területek. Jó, megyünk a tojással, gyerekek, megyünk a tojással.
Mentek egyet, ki ne fagyjon, hallod? Mert ez itt... Bocs, baze! És ja, majd írtátok, hogy ezt, nagyon, ezt a hallodat nagyon sokszor mondom. Bocsánat érte egyébként. Nem tudom, hogy miért van. Na várj, ki kéne szórni itt az éket. A kapacitást a tojásoknak majd valószínűleg átírom, mert eléggé kellemetlen, hogy állandóan. Ugye, főleg gameplayen kívül ilyen millió tojásos ládákat pakolgatok állandóan. Figyelj, ezt viszont bele kellene öntenem egy másikba ilyenkor, nem? Na, nem mert följön, mi van, nem bírsz, nem bírod el? Nem lehet beleönteni a másikba? Dehogy nem. Eddig bele lehetett. Azaz. Ja, öntözzük egybe őket. Egyébként nem sok tojás lett, ugye nem olyan túl sokat pörgettük az időt. Úgyhogy nem fogunk annyira iszonyat meggazdagodni. Majd át kell nézni a kajájukat. Hát figyeljetek. Igazából azon, azt nézem, hogy ezt érdemes-e. Maximum, hogyha lesz majd olyan, akkor... Végig kéne menni egy csonon. Nem kéne itt tökörészni. Ezt meg be kellene hoznom, mert biztos, hogy baj lesz be. Na, a tojások... Na, tojásokról akartam beszélni veletek. Beszéltek a tojásaimról veletek? Ez nagyon érdekel ez a téma. Igen, egyébként érdekel ez a téma, olyan szinten, hogy... Nem hajlandó nagyon. Na jó, van, ott rohadjál meg. Tojásokról akarok beszélni, gyerekek. Muszáj a tojásaimról meg diskurálnom. Igen, az a baj ugye, hogy azért is lagol itt a környezet, mert rengeteg objectnek számít sok tojásos láda. Ugye darabjában van 4, úgyhogy ilyen 80 darab láda tojásunk itt van. Aminek köszönhetően ilyen plusz ugye, plusz 80 object. És hogyha, de viszont, hogyha csinálhatnám azt, hogy már átírom a tojástartok méretét, akkor nem 9600 fér bele, hanem több. Akkor ugye nem kéne ezzel vinkódnom itt. Nem értem egyébként, miért nem ugyanúgy tojnak? Vagy nem vittem el ezelőtt? Nem tudom, hogy miért van ez. Most tudom, gondolkodok, addig nekiállítsam a időt. Aratásnak. Hát miért ne állíthatnám, nem? És miért nem csinálja addig az aratást? De várja az aratással, lehet, hogy baj lesz. Mármint olyan baj lesz, lehet, hogy nem jó árban van a repce. Úgyhogy egyelőre várunk, jó? Már mondjuk attól még arathatna, de... Egy izével, egy puttonnyal beje vagyunk, azzal nem vagyunk elebbre nagyon. Úristen, mennyi idő ez? Mennyi tojás tartó? Tojás nagy hatalom, gyerekek. Egyébként ez egy nagyon jó ötlet volt, egy nagyon nagy üzlet volt, hogy mi ezzel így belefogtunk itt az üzletbe. És már megint nem fogom tudni majd azt a sok tojásos ládát hova pakolni. Te Isten. Te Isten, gyerekem. És meg mehetek vissza, még mindig van 10 darab pól. Mert ugye... Ez most ezen az oldalon a 10. Meg még a másik oldalon van 9. Az a baj, nem fog beleférni. De, na. Jaj, de jó, belefért. Nem értem, miért nem úgy pakolja. Hogy akkor már egy tojást tartom, azt mondom, nem össze-vissza. Na még az összes tyúk evett. Minden egyének volt kajája. Na mi van, most hova tűnt a tojástartója oda? Ugye látni nekik szépen. Hát ugye kellene már vetnem nekik. De figyeljetek, meg fogjuk nézni, hogy ez mennyire ére meg ez a nagy földön pénzén eladásra gabona. Ha nem fogja megérni, akkor el lehet felejteni. És ez halál komolyan, akár mennyire is azt mondjátok, hogy csináld, de most érte 5 részen keresztül az a vinkódok, meg csinálok mindent. Ez mi értelme van? Úgyhogy ilyen nagyon kevés pénz jön. Nagyon kíváncsi vagyok, mennyi pénz fog kijönni belőle.
Hány darab tojás lesz itt? Itt legalább kettő ládával kiraktunk, ugye? Legalább kettő láda, az 40 láda. Ez azt jelenti, hogy 40 ezer tojás. Az azt jelenti, hogy 1000 tojás az 6000. 64, 24, az két, csak 2,5 millió tojás. Vagy valamit elszámol a képről. A nagy hívbe. Ó, ez is menjen. Ürüljenek, ürüljenek. Egyszerre úgyse fogjuk tudni elvinni. Úristen, vannak itt sok tojás, van sok tojás. Meg ugye, hogy sokkal egyszerűbb lenne, hogyha egy... Megcsinálhatnám azt, hogy... Úristen, mennyi tojást tartok az? Eke mentenem. Nagyon félek mindig, hogy ez sok object miatt ugye kifagy. Aztán azért, hogyha megcsinálhatnám azt, hogy mit tudom, átírom a 30 ezer literes a tojást tartot, akkor sokkal nem kéne ennyi ládával, meg háromszor fordulni, meg minden. Jézus úristen, ugye a termelés attól nem nőne. Megint meg fölfér. 40 raklapot szávoltuk nagyjából. Hát lehet, hogy több. Jóhaj, mennyi! De Isten! Egybe burogattam volna őket, akkor lehet, hogy jó lett volna. Még egy fölfér, de hát... Jó. Oké, menjünk eladni. Kettő számú előhelyre, az jó, mert ilyen közel van. Urallal veretjük. Neki menjünk innen a csukok mellő, mert itt aztán van lag. Jó. A pénz! Visszük a pénzt, gyerekek! Visszük a pénzt! Megint olyan lag lesz majd ott, mint az állat. 40 raklap. 40 raklap tojás. Jó, nincs tele mint, természetesen. Na, 40, akkor 40 ezer liter körül. Hát annyi nincs, 30 ezer liter körül van. Ja, 10 ezer liter. Ez 90 ezer. 100 ezer liter lenne 90, jó. Hát nem tudom, azért annyira nem nagy pénz. Már ilyen milliók, már ilyen nagy, nem nagy pénz, nem? Az ember már így el van kapadva, hogy ilyen horribilis mennyiségű lóvét összekap, és így úgy gondolod, hogy már nem nagy pénz. Bolondolod. Mindjárt rakjuk valahogy. Valahogy okosban meg kéne próbálni jó berakni. Akkor nem kéne, hogy... Ó, gyerekek! Az LTS 2-es gameplay az oda tette a... De úgy, hogy oda néző. Keeper nagyon, nagyon tolat. Várja, lehet ezt elvileg módosítani, hogy hova rakja le. Right! Oda néző. És akkor... Na bazze, most nem fogy ki, akkor soha. Gyerekek. A baj, most kicsit bevogolt. Egy hét már bejött. Várja. Közben csinálja, adja el. Az a baj, hogy még vannak tele ládák. Nem tud vele mit kezdeni, ez elég baj. Ó, de kár, gyerekek.
Vissza kéne vennem újra, és akkor újra lerakni, hát hogyha akkor eltüntetné. Pedig ez egy tök jó megoldás volt. Próbáljuk még egyszer ugyanezt a Mauzert. Fogynak. Mindig van pár kárda, amelyik nem nagyon akar. Az a baj, hogy ilyenkor ugye fizikai kölcsönhatásban vannak egymással, és ez iszonyatlag van, amikor 40 darab láda próbál helyezkedni egymásra. Okay. Gyerünk, gyerünk. Meg még valahol volt, itt a végén. Próbálom. Szerintem azt ennyi is volt. Ugye, ja, itt még van kettő ebbe. Na. Jó, elvileg elfogyott, mindjárt meglátjuk. Én szerintem elfogyott. Jó, akkor lett 2 milliónk? Hát ja, nem lett olyan túl sok. Még eleket. Oké. Okay. Maradékot kéne elhozni, vagy érdemes lenne elhozni, olyan gondolkozok. A baj megint, hogy ezt lerakom egymásra, akkor cudar világ fog lenni. Jó, 2 millió. Egyébként nem is nagyon kellene több most nekem, szóval az, lehet, hogy a maradékot azt ott hagyom. Sőt, lehet, hogy akkor ezt a nyergest, ezt itt, meg itt hagyom. Vagy pedig jó, tudjátok, még idefélre állok. Aztán majd úgyis én bepakolom. Azokat nem érdemes most elhoznom, mert egyelőre tök fölösleges. Nézzük meg, hogy hogy van. 5000, 14000, 13000. 8, 7, még minden egyikben van bőven, 4000 körül van a legkisebbe. Vagyis a legkevesebbe. Jó, akkor kellene mindenképpen, hát mindenképp egy kombájn, azt tudja, hogy kell, gyerekek. Mert ez nekem nem lesz jó, hogyha nincs egy darab, még egy kombájnom, azzal azért megbadulunk. És akkor a legnagyobbat ugye természetesen, szintén. Nagy motorra, nem tudom mennyit számít. Oké, aratószerkezet is kell erre hozzá. Oda is akkor megvesszük ugyanúgy ezt a nyuszit. 89. Nem ide akartam venni. Jó, gyerekek, 2 kombájn. Hát ezeket el is kell látni. Meg bele kell pörgetni majdunk az időbe, hogy mennyi az annyi. A nyergest is el kéne vinni, falu móddal elmegyünk majd mindjárt. Ugye van egy nyerges még, úgy közben, hogy csirketelepen van még. Igen, azzal meg ugye el kell hordanunk. Na akkor mindenképpen valami olyasmi. Gyerekek, nem tudom, tényleg. Sorskártya, hogyha valaki nagyon akarja, akkor húzok. Nem tudom, lehúzzunk sorskártyát. Nem tudom, eléggé elvesztette az értékét szerintem, mert már ilyen nagy pénzeknél nagyon nem érdemes. Hú, gyerekek, nem tudom egyébként, hogy mi lesz a jó. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi pénzt fogunk tudni itt mit csinálni. Ezen a hatalmas földön. És ezt learatjuk, és ha nem jön be nekem legalább egy ilyen... Ha nem 10 milliót mondok, de azért egy 4 millió nem jön be, akkor itt ezt nem érdemes csinálni, mert akkor igazából érdemes búzát, Árpát, azt adjál neki, tudod. Ezt hadd menjen. Nem, srácok? Hogy átcsoportosítsak még egy kombányt oda? No, ez fölösleges lenne, mert itt meg tök jó volt. Egyébként itt ez volt a tökéletes helyünk. Én azt mondom, ez volt a tökéletes helyünk. Ugye kihozom a nyergest, azt az is eljárult árunk okosba, jó? Gyere, Sanyi, e! Na, vigyább bombáznak. Jön az airdrop. Jó.
Van follow módunk legalább. Follow me módunk. Hol van? Ja, nincs olyan opció, hogy follow me mód. Na most már van. Jobb, Ctrl és F. Mehetünk testvére az urba. Gyere! Jó, talán el tud találni utána, ugye? Ez a vicc, ezek miért mennek ilyen rohadt lassan? Hát ezek gyorsabbak kéne lenni, mint nekem, vagy... Vagy majd szedi lábát. Jó, talán majd szedi lábát. És mi van a... Kanyar fel adja a leckét neki, vagy mi van? Gyerekek! Gyere, gyere! Jó, bazza! Értem én, hogy gőzgép, de mi hajtsa? Gyere már! Ezelőtt attól féltem, hogy azért biztos nem... ott csesztem el, hogy a gyorsabb gépe voltam először, de most a lassabb gépe vagyok először, és... ez mégis tökörészik. Most ha ott egyenesen megyek, tudom, ott először csalingáltam, de most ha ott egyenesen megyek. Hát gyere már ne! Na, nyomjad nekünk. Végre megindult. De mit csinál ez? Nem mentem így. Hát mit csinálnak ezek? Mit csinál ez? Mit csinálsz? Ezért félek egyébként az ilyen modoktól, hogy follow me, meg cruise play, meg ilyenek, de mert nézd már meg, hallod? Hallod, ilyen 40-nel megyek, meg ilyen 20-szal, aztán csávó nem tud eltalálni utána. Jó van, oké. Nincs semmi problém, hogy arra kellek. Ezt figyeljetek, valahogy úgy kellene megcsinálnom, hogy az egyiket megindítom torony iránt, a másikkal meg körbe szögem ír azt a dolgot, ahol erre ő neki kölyödél. Remélem, hogy eljön erre ez. Szálljon erre, gyere erre! Mit művelsz te, Jézus Úristen? Nyomsz 37-tel jött, 43-ben, 45-tel. Na most tud jönni, jó van. Szegény lecseszel. Jó vagy, jöjj, jöjj már. Jöjj már. Jó, most itt talál. Követési távolság. Jó, megjöttél, haver? Az jó volt. Megérkeztél, látom, barátom. Hát ezt leg... Öcsém! Hát nyugodjál meg, jó? Szépen, nyugodtan, nem kell kapkodni, ne kapkodni, nem érdemes. Itt már minőségre menjél rá szerintem ezen a ponton. Ilyen emberekkel vagyok körülvéve a gyerekek. Ja, mi a szituáció? Meg az zöldűbe vál a cucc. Elvileg legjobb bizony, legjobb... Legjobb. Annyit még kellene csinálnunk, okosba, hogy meg kell nézni az árat. Nem igaz? A repcének. Hol van a repce? Szép virágos növénye. Mondani. 1903. Fölfele megy. Akkor addig pörgessük már, ameddig fölfele megy, de... Csak megnézzük. 1900... Szerintem az egy ilyen... Ja, 2000. Jó van. Ugye 2000, hát most... Gondolom, az nem, ez egy ilyen átlag jó ár. Nem tudom megnézni, hogy hogy alakultak így az árak. Visszamenőleg, mindjárt ránézek. Ilyen grafikon szinten, mert jó lenne, hogyha mutattál. Biztos nincs ilyen, hogy miért lenne, mi? Na, nézzük, nincsen olyan, tényleg. Nincs ilyen grafikon szerűen alakuló ár projekt. Ezek a idők, ezek az egy költségei sajnos. Rossz ránézni. Ó, vannak ide, bérmunkázat mindjárt egyet a fiattal. Az a csávó azt mondta, hogy fiatal van. Hogy fiatal. Na, nem így mondják. Hogy van ez a vicc? Tudjátok, amikor a... Fölmegy az öreg a izéhez, a csajhoz a...
házba. Aztán... De te azt mondtad, hogy fiatal vagy. Hát persze, ott van a ház előtt. Ott parkol. Na gyerekek, kamirász, learatom arra, meg izé lesz. Szerintem kockás rövülöm a valagamat. Meg kell indítani másikat is, ha már egyszer, nem? A szegény az el is bújt, hallod? Itt van egy kombány, gyerekek, erre a földre. Oké. Oké, haver, fölmondok. Szerintem biztos, hogy most gondolják azt, hogy én ezt nem csinálom tovább. Elég volt. Tuti, gyerekek, tuti, hogy az itt a csávók, azok munkásai, azok azt mondják, hogy én tovább nem csinálom. Jó, valahol el kéne adni, ugye? Nem tudom, hogy hova kell vinni. Minden gyerekek, muszáj csinálni. Ki fog derülni mindjárt, hogy körülbelül mennyi árba fog ez nekünk lenni, de én már most érzem, hogy ez nem fogja nekünk megérni. Ez nem. Figyelj, állattenyésztés, ebben a játékban az állattenyésztés a legnagyobb passzó. Tutti. Tutti, gyerekek, tutti a vanti. Ez mit csinál, várjál már? Mindig izé van, ami stressz van, vagy nagyon mit csinálnak a dolgok. Jó, semmi baj, csinálja ezt, utána meg megindítjuk szembe azt, jó van, oké. Jó. Már nyugtatom magam, hogy hol vagy, semmi baj, hogy úgy csinálod. Nem számít, hogy elhagyod azokat a részeket. Nyugodtan csinál, nyugodtan szívesen a kívánok. Egyébként valahogy valamennyire egy helyen kell maradni a kombánynak, hogy közben rájöttem. Mert hogyha most ezt megindítom hosszából arra, és véletlenül egyszerre telik meg a kettő, akkor van a baj, érted. Úgyhogy itt nem nagyon érdemes azt csinálni, hogy... Úgyhogy ez ellen a részen marad itt, azon a részen, aztán meg megindítjuk mind a kettőt hosszába, jó? Itt ez a projekt fog menni. Mert annak nincs értelme, hogy teljesen külön helyen vannak. Mert én ezt nagyon okosan kitaláltam, hogy külön lesznek a kombájnok. De most képzeld el, hogyha ott a végén azt mondja, hogy gyere Józsi, megteltem a kamazzal. Vagy a krazzal éppen. Jó, ez elindul arrafelé. Nagy gázzal. Őrd meg, ránézzünk, hogy mégis mit csinál. Pont jókor érkeztünk ahhoz, hogy közbelépjünk. És már is. Már is át is tudjuk rakni. Hogy? Sőt, nem is gépi munkás azok, hát hiszen kép ráér, csinálja dolgokat. Ó, figyelj, most az egyszerű nem fogok elhagyni sem egyét, mert most tényleg arra vagyunk kíváncsi, hogy mi pénzt fogunk erről leszenni. Azt utána már lehet azzal kalkulálni, hogyha mennyi lett volna, hogyha 2300-ra, vagy 2200-ra, de az a lényeg, hogy ki ezen az áron mennyi pénz fog lejönni erről. Arra vagyok rohadt meg kíváncsi. Elena, böszbe nagy földökem! Hát mondjuk, ja. Mondjuk azok vannak földek, azok vannak. Jó, mégis megindítom, gépi munkásra rágyüttem. Na közben ráérzek a másik gyerekre. Jó csinálja. Gyerekek, itt nem köpokkodni nagyon, úgy látom. Viszont a izéket közben majd ürítgetni kellene. Na ide meg kell nézni a pótkocsit. Condition. 94% a pótkocsi. Meg a kraz is. És gondolja, hogy nehogy véletlenül az legyen nekünk, hogy itt le van a szedálva verda. Sárga krozzal megyünk. Néha üritgetek egy ilyet, aztán viszünk közbe, hogy ne az legyen, hogy nyírre teljenek a kombájnak, érted? Mert akkor valószínű, hogy mind a kettő egyszerre telik nyírre ráadásul. Úgyhogy az nem lesz nekünk jó. Na, jöttem-e? Nem tudom, hogy mire mentem rá, de jó van. Jó, az csinálja ezt, az csinálja azt a részt. Jó, hát itt aztán leszorotás, gyerekek. Nem biztos. 7, 6, 3, 2, 1, mehetünk. Megyünk a másik testvérhez. Ezzel.
Letapadás módról itt szó sincsen természetesen. Ebben a Greenplay sorozatban. Gyerekek, milyen izé, kicsoda emelkedő mondott a végén a sorokba. Látod? Hát csoda föl tud benni oda a kombány. És az ember már azt hiszi, hogy ide érasztak, még mindig mennyi van vissza. Jó, mert ugye az ilyen szaujának, meg a repcének nem nagy a hozama. Tehát mennyiségre nem olyan rohadt sok. Tehát lehet kezelni normálisan. A búza itt már megőrülnénk, itt már azt se tudnánk, hogy hova. Hova vigyük, mikor, mit csináljuk vele. Jó van, hát egy olyan idő előtt, 100% alatt nem akarok elvenni. Ami miért? Milyen poros ez a boltkocsi, ez tök jól néz ki. Ennek a boltkocsinak a koszolódása ilyen tök életű. Nem az, hogy ilyen nagy sarpacák lesznek, hanem így mindjárt megmutatom a kereket is. Na, haladjunk. Pótkocsinak a kerekét figyelj. Nem, az mondjuk ilyen sáros. De viszont ide beleült a kosz, ide jövök be. Azokba a irdalásokba. Az jól néz ki. Jó van gyerekek, 19%-on van a másik. Bőven ráérünk. Aztán itt ezt van egy ilyen csücskös része, azt lehúzom, aztán megindítom visszafele szépen a kocsba. Jó, itt meg majd mernek, amerre látnak. Isten, milyen hosszú az egész föl. Balon Keeper megint megcsinálta itt a tutit. Végtelen földeket. Pedig az volt a célom, hogy itt ne legyen ilyen csúcsikás, de megcsinálom, a fenem-fenét teszik is, hogy a gép ne hagyjon el, tudod. Jó, mehetsz testről. Jó, az kettő fent szépen dolgozik. Lehozhattam volna még két kombány, de nem, onnan nem akarom elhozni őket. Meg most figyeljetek, olyan túl sokat már nem akarok költeni, ugye 1,5 millió van. Hát szerintem most már egyébként elértünk oda, hogy mondhatni majd, hogy nem csak jön be a pénz. Hát attól függ, hogyha neki állok építkezni, akkor nem. De esélyes, hogy neki fogok állni építkezni. Ide erre a sarokra. És akkor itt elválasztanám, itt lenne a vége ennek a földnek. A gyerekek nincs semmit kapkodni, jó van, nyugalom van. Nézzük meg addig, hol kell eladnom ezt a cuccot. 1900 gabona malom. Azt remélem a legtávolabb ponton van, ami a világon létezik, de biztos vagyok benne. Én már előre látom magamat. Nem? Jó, itt van. Oké. Hát mondjuk nincs közel. De azért elviselhető. Érdemes a 40-es föld fele venni, ott egyenes végig. Nem itt a kecskerindós kacskarindón. Ezt meg visszaállítjuk a dollit. Meg volt még egy dolli, azt is visszaállítom, tök fölösleges, hogy itt van. De nekünk dolly. Ezt meg az idei szerszámos ládám. Hol van a dolly? Volt még egy dolly valahol itt a... Ne álljanak itt fölöslegesen. Jó. Itt meg ugye van egy vető. Hát öcsém, hallod? Na várjál már. De. Nem hiszem el. Komolyan mondom, nem hiszem el. Ugye ez eddig tartott neki. Miért nem fordultál vissza, testvérem? Vagy valamit csináltál volna. Ezekre nagyon kell figyelni. Jó, azt tudod mit? El is megyek erre, aztán leszegem, mert itt biztos, hogy bele fog keveredni. Ezt megindítjuk majd inkább a másik szélén, ezt meg majd lehúzom. Ú, gyerekek, hát itt az mire fogom én ezt learatni, hallod? Mire fogom ezt én learatni? Nagyon kíváncsi leszek, hogy... Tudom viszonyítani már az elején, mert ugye megnézzük, hogy kb. Mekkora területet adtunk le, mert abból mennyi pénz jött, és felszorozzuk, megnézzük, hogy mennyi. De én már most látom, hogy én ezt el fogom engedni. Nem mondhatjátok, hogy nem próbáltuk meg, de hát ennél nagyobb földek, meg még nagyobb munka. Hát
nincs akkora kombájn. Hát itt ilyen epic kombájnokat, amik ilyen modolt hülyeségek, amik mit tudom, 100 méteres vágóasztal tudom, hogy van, de azt valahogy nem kívánom. Meg ugye van az a trükk, ezt nem tudom ismeritek-e, hogy van az a flat, az a lapos jármű, vagy ez a pótkocsi. Na, hogyha arra felrakszik kombányt, elindítod a varatószerkezetet, és kamionnal húzod akár százzal is azt a cuccot, akkor ugye százzal is tudsz aratni. Ezt nem tudom, azt vágjátok-e, hogy az létezik. Érdekességképpen megmutassam, akkor meg azt mondjátok, jó, hogy csalt a keeper, de tényleg csak érdekességképpen szívesen megmutatnám. Nem mutatom meg, mert biztos izé lesz harakiri. Az a lényeg, mindjárt megmutatom, hogy melyikre. Itt van ez egyáltalán? Lehet, hogy nem is itt található. Nem itt van az? Az egyébnél? Az egyébnél hol? A szarban van az? Van egy olyan pótkocsi, amik ilyen lapos. Járműveket lehet vele mozgatni, de hol a szarba van ez? Nem állattartás, nem. Nem is a vontatott tartószerkületek, nem jövök rá, hogy hol van. Na mindegy, hogyha abból veszel, és arra árakod a gépet, és azon húzod, akkor az úgy működik. Ilyen lapos, nem tudom, hogy hol van tényleg, most nem jövök rá. Balahordó, vagy hol van? Az a baj, néha elég érdekes és helyen vannak elhelyezve a dolgok. Itt van az, amit a FS22-ben használtuk, amit azt hittem, hogy nem valós dolog. Na, oké, gyerekek, üríteni kellene? Melyik? Pont ezt kellene üríteni először, de mindegy, hogy melyiket ürítsük. Azt a betyár gyerekek, el vagyok gondolkodva. Kiürítjük mind a kettőt. Gyorsan. A francba elgondolkoztunk. Menjünk. Egyébként még ez a motor is kezd gyenge lenni ennek a gépnek. 89% talán fordul, aztán akkor ebbez vele gond. Az csak 79, úgyhogy lehet, hogy azért kellett volna menni, de mindegy. Gyorsan. 89, szerencség, mert pont fordul. Most indul el. Nem, most tolatott. Most indul, már 90. Oké, mehetünk. Próbálok beelőzni. Egyébként milyen lejtők vagy dombok vannak itt? Az ember nem is érzékeli, amikor ilyen fölülről nézett, hogy micsoda dombok vannak. Most is például tök fölfele vegyünk. 96%! Áh! Ez a dob meg kicseszik velünk. 16-tal válszorulunk rá. Ez 99%! 100%, jó van. Nem volt túl jó. Mire aratom le ezt? Egyébként azon gondolkodok, hogy most így mire fogod ezt learatni, hülye? Hát még ezt a két kicsi kockát is itt izé, eddig nyüstölöd. De legalább tényleg mindjárt majd nézek egy izét, nézek egy árat, hogy gondolok, kitalálunk egy árat, hogy mennyit fogunk keresni ezen. 26, nem bírja. Ide kellene valami nagyon epik nagy dögök.
Fogok nézni majd nagy teherautókat, Real Mondot nem akarom kiverni. Meg izé, nagyon emlegetitek a Big Budot. Vagy Big Bud, talán Big Bud inkább ő. Jó van. Ja, azért Hammer Helper? Ne? Eddig most jövök rá egyébként valószínűleg. Azért Harbert-t kell nyomni a idője a segítőrével, Helper. Segítő, ugye? Azt a betyán rájötték hípe. Micsoda dolog. Na jó, ezt elviszem mindenképpen, majd következőbe ürítjük már üresbe. Na, most kellene nézni egy körülbelül, hogy úristen, hányadát adtuk le? Ez körülbelül ennek a felese, az jó gyerekek, ez körülbelül az összesnek a tized részét, ha leadtuk, akkor sokat mondok, ugye? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tized részét se, vagy tized részével lehet számolni, talán 15 részét adtuk le, mindjárt megnézzük, hogy ez mennyibe fog fájni. Hát nem olyan nehéz kiszámolni, 100 000-be, ugye? És ez komoly? Csak 100 000 fogok kapni ezért? Ha ezért 100 000-et fogok kapni, akkor az összes ér körülbelül 1 milliót, vagy 1,5 milliót. És ezt tudjátok, hogy mit jelent? Hogy 1,5 milliót kubikoltam ennyi. És még meddig fog tartani az aratás, érted? Ezt tényleg 100 000-re fogok elég kapni körülbelül. És körülbelül 10-szerese van vissza. Így akkor így ilyen 1 millió körül, de 1,5 milliónál nem többet. Fogsz tudni leszedni egy területről. 1,5 millió eurót. Ez azt jelenti, hogy egy napig pörgeted a csirkéket. Érted? Egy napig. Egy napig tojnak a csirkék. Ennyit kapsz. És nem csinálsz érte semmit, csak annyi, hogy legyen nekik kajájuk. Itt meg veted, aratod, izé millió dolgod van. Az aratás csak szerintem kettő rész. Az aratás kettő rész, gyerekek. Ha valaki nekem azt mondja, hogy ez megéri így, a la nature, az igen, driftelve jöttünk be. Hát ez nagyon nem éri meg, gyerekek. Ez nagyon nem fogja megérni. Ebből ilyen 1,5 millió fog kiérni. Mármint az összesből. Ez körülbelül most lesz 100 000. Jó, nem 100 000, 100, mit tudom én. 30 000. Nem, 105 000. Mi a 103 000-et akartam én, ugye nem 130 000. 105 000. 10-szerese, ja, olyan 1 millió. Hoppa, hogy csúszik ide üresen, nincsen súlyunk. Ja, olyan 1,5 millió fog kijönni az egészből. Hát most már learatom, leszenvedem, de... Gyerekek, ez nagyon nem éri meg, hallott? És körülbelül annyi, nem? Mert körülbelül 10-szer ennyi van vissza. És mi munka? Másfél részen keresztül permeteztük. Legalább két részen keresztül aratunk. Legalább másfél részen keresztül vetünk. Úgyhogy ilyen 6 részen keresztül, 6 részben megcsinálsz 6 vetésporgot kicsi földön. És az azt jelenti, hogy 6 vetésforgó azt jelenti, hogy 2 millióval is számol, csak 2 millióval számolunk, akkor is 12 millió a tojástól. Ugyanannyi idő alatt. 10-szer többet te. Bazzak itt tanít. Ugyanannyi idő alatt 10-szer többet termelsz meg, csak a tyúkokból. Nem másfajta állatból, tyúkokból.
A legalapvetőbb, legbasicebb állatfajtában 10-szer annyit tudsz termelni, ugyanannyi idő alatt, mint hogyha földet művelsz. Nem véletlenül a valóságban is csinálnak csirketelepet, mert ha nem érné meg, akkor nem csinálnak, ugye? Akkor a gaborát nem adná a tiknak, hanem eladná, hogyha jobb, többet kapna, érted? Többet fog kapni a tik tojásért, meg többet fog kapni a húsért, meg az tejért, ezért van állattartás a világon, különben nem nagyon lenne. Ugye? Ugye? Úgyhogy a gabona eladása a la nature. Én már most már látom, hogy ez nem éri meg, gyerekek. Itt komoly dolgokat kell csinálni, és én lehet, hogy mindjárt neki is állok itt közben. Aratgatunk meg közben, tervezzük a csodálatos shipping farmunkat, vagy minek nevedik a... Megyünk a másikhoz, mert 79%. Először is kellene csinálnunk, gyerekek. Figyelj, erre a sarokra csinálok ennek a földnek egy... Minek nevedik? Ilyen... Birkafarmot. A másik felére meg... Másik földre meg csinálunk egy... Hogy nevedik? Kavot, kov, mi az kov? Marha. Akkor volt a marha, amikor ennek nekiálltam, az nem volt jó üzlet, gyerekek. Meg kell nézni, mennyiben, mekkora egy ilyen shipping... Shipping, a francia shipping, mi az birka legelő. Ezt meg kell csinálni, ezen a részen egyébként, ez neki tök jó lenne. Itt ez kb. Egyenes is. Ez van, gyerekek. Nem érdemes, most figyeljetek, nem érdemes ezért termelni. Nem azt mondom, hogy veszteséget, de ha belegondolsz, veszteséget termelsz, hogyha tízszer annyi dolgot tudsz, vagy pénzt kihozni ugyanannyi idő alatt, akkor konkrétan olyan, mint hogyha egy tized rész alatt megtermelhetnéd ugyanannyi pénzt, és 9 részig meg csak fagy, csak nézel. Konkrétan érted? Nincs értelme. Arról nem is beszélve, hogy mekkora befektetés volt ez az egész. Kombájnhegyek? Gyerekek, kombájnhegyek. Kettő kombájn. Megvettük a legnagyobb vetőt, ami létezik a világon. Vettünk egy másikat, vettünk egy GCB-t, vettünk egy Challenger-t. Ja. Úgyhogy itt már megint ezért gondolkodhatsz akkor Keeper, hogy hogyan oldod meg itt az egész szitút. Figyelj, mi kell a birkának? Meg kell nézni, mi kell a birkának. Meg kell tervezni ezt. Meg kell tervezni. Ez nem volt egy nagy üzlet. Ez nem volt egy nagy üzlet, már most látom. Mindjárt megnézzük, mi kell a birkának? Fű kell neki, ugye? Semmi más. Mindjárt meglássuk. Már félre is várok, aztán már fölidegesített. Nézd meg, figyelj, mindjárt fele megvan, aztán nem kerestünk bele semmit. Ez komolyan, ezt, hogyha az egész, ezt megcsináljuk, ez körülbelül van fele. Ugye maradék. És akkor mi? Dolgoztunk ezért? 1 millió euróért 5 részen keresztül. Nagyon nem biznisz. Na, ezért akartam megnézni, milyen farmok vannak, milyen állatólag vannak jobban mondva. Milyenek a gyáriak? Gyáriak szarok nekünk. Birka legelő nagy, 180 ezer. Hány darab? 250-es. Van-e nekem benne rakva? Ez Piggy. Ez ide. Cow. Tyúko. Chicken kópok, ugye? Egyébként az lenne a legegyszerűbb, de nem akarom már azt meguntuk szerintem. Sheep, itt van-e? 350. Ezt tudnám, ez mi? Ja, ez izé. Birka, ja, ott van, birkát tarthatod, ott van. Van egy tér, 350-es birkás. Disznó, oda néz, disznó. 500-as disznós. Tehen. Birka, van egy 500, vagy 350-es birkás. Tehen.
Tehán. Csirkéket. Tehán, tehán, tehán. Pix. 350-es. Ez meg 250-es. Hát figyeld. Mekkora ez? 250-es. De az lenne jó, hogy minél nagyobb lenne. Várj, hol kell etetni, hol kell végezni a munkákat, az nem mond mindegy. Ott kell etetni, gondolom, ott több etetője. Itt kell behozni. Ott kell, itt, hova kerül a bála? Most már csak arra vagyok kíváncsi. Valószínű, hogy ide, erre, helyre. Ide kerül? Hát. Ugye nem mindegy. Nézzük meg a modoltot. Csak közben kellene üríteni. Kiürítjük ezeket, azt mindjárt megnézzük. Meg akkor megcsináljuk itt a területet. Én úgy gondolom, hogy itt lenne tök jó. Nekem ezt tetszene ez a hely. És akkor csinálunk egy rohadt nagy legelőt neki. Majd mindjárt kitalálom ám, mert még gondolkodok rajta. Figyeljetek, amíg aratunk, addig ráérünk. Hát ez nem érte meg, srácok. Ez nem érte meg. Ez nem érte meg. És egyébként tudom, abba gondolkodok, hogy ugye a 41-es az mi van? Még 41-es az rohadt közel van, látok a csirkékhez. Tehát az ilyen, mit tudom én, ilyen 50 méterre. Itt meg tudnánk csinálni azt, hogy a 41-esen is termelhetnék, oda átvinném, hogy átcsoportosítanám akkor a kombány vető minden, és akkor 41-esen is el tudnánk látni a 8-as lévő csirkéknek a helyét. Tehát oda, ott is lehetne azt csinálni, hogy gyorsan menjünk a másikra. Ott is lehetne azt csinálni, hogy búzát termelni, és akkor lenne bőven, ne az legyen, hogy kevés. Akkor mit tudom, rászánunk egy ilyen két részt, két-három részt, és akkor megtermelünk ott egy csomó búzát. Hát ez igen, kicsit tolja. Mindjárt fordul, leürítjük. Egyébként egész szépen dolgoznak, nem bántom őket. Itt egész jó. Ugye, hogyha megcsinálod körbe, utána tök jó lehúzingálja, semmi gond nincsen vele. Jó, van egy-két ilyen hiba van, de hát... De hát, nem az a baj, hanem hogy pénzt nem jön ebből, gyerekek, de nagyon nem. Ebből nem jön pénz, ezzel nem gazdagszunk. Nem érdemes, gyerekek. Most nem mondom nektek, konklúzió, nem érdemes ezért termelni. Termeszteni növényt eladásra, farming szimulátor 20 vagy 19-ben, nem érdemes. Menjél tovább, tenyész állatokat, ezt azzal valamire mész, de azzal, hogy növényed vinkót, ezt utána azt eladod, azzal nem kell itt idén. Azzal nem kell gazdagodni, gyerekek. Jó van, el is viszem ám. El is viszem, mert megint 50 ezer, az ugye megint 100 ezeret be fogunk kaszírozni, azt körülbelül majdnem megvan fele ezeknek a, sőt, ezeknek a kieső föl. Ha 1 millió bejön ebből, ezekből a földekből, akkor nagyon-nagyon nagy szerencsénk van, de nem fog annyi bejönni, higgyétek el. Rácsesztünk ezzel, gyerekek. Nem éri meg. És jó, tudom, itt három betűvel még gyorsabb lenne, de figyelj, mekkora pénzeket beleölsz. Megveszed a Challenger-t, megveszed a nagybetőt, milliók ugranak, abból vesz, még kellene kettő, hogy tényleg hatékony a gyorsan, akkor kellene még kettő ilyen pókocsi, tudjátok, a trágyázó, folyékony műtrágyázó, meg a permetező. A pókocsit megtartjuk a füves részre. Most figyeljetek, az lesz, legyen valami koncepció, mert az a baj, hogy most megint nem volt már koncepció, megint nem volt, nem voltak igazi tervek.
És igazából ez a terv volt, ugye, hogy megpróbáljuk a nagyföldes dolgot, nem érte meg. Úgyhogy ezt elengedjük, srácok. Ezt nem éri meg. Vissza kell, ja, át kell csoportosítani a... No, figyelj, learatunk, utána átcsoportosítjuk a dolgokat, meg ne kellünk építkezni, ez van. Ez van, srácok, jó? Ne, azon gondolkodok, lehet el is kéne búcsúznom, és akkor azt csinálnám, hogy a varatás végét megcsináljuk, aztán akkor addig kitaláljuk, hogy legyen a idő. Meg megírnátok, hogy mit gondoltok, hogyan legyen a... Hol legyen a... Csak ne a telepen, gyerekek, mert az a baj, kapu, izé, hozé, nem úgy van, ahogy én akarom. Szeretek építkezni, az építkezés ennek a játéknak az egyik része, az egyik eszenciája, akkor már hadd csináljam, gyerekek, nem? Jó, megint jött ugye 100 000 ebből, és meg tudjuk nézni, hogy körülbelül megvan minimum, még körülbelül 200 000, még talán ugyanannyi kijön, de már nem, úgyhogy talán 200 000 lesz. Vagyis még 100 000, ja, még 100 000 körülbelül, ezen, gyerekek, 1 millió, talán, 1 millió, talán, az összes, az egész földről, lószar, és meg volt kétszer trágyázva, meg volt, le volt permetezve, meg volt csinálva minden, nem jó, gyerekek, nem jó, ne csináljátok. Jó, nem rossz, persze, 1 millió, úrejó. De hogyha teheted, akkor inkább állatokkal foglalkozz szerintem. Jó van, figyeljetek, írjátok meg, hogy szerintetek. Én a szarvasmarha tenyésztést hagynám a legés legvégére. Mert azért az a legés legösszetettebb. Ugye még van 12 olnyi állatot tudunk lerakni. Lehet, hogy nézek valami nagyobb shipping helyeket, ugye akkor azért, hogy ugyanúgy el kell látni őket, tehát hogyha több van egy olba és nagyobb, az nekem nem segítség, annyiba segítség, hogy több, mármint beleférjünk a 32-es keretbe, mármint 32 olat rakhatunk le, ugye? És akkor azt csinálnánk, hogy 6 nagy olat raknék le, vagyis birkalegelőt, hogy ugye úgy nevezik, meg leraknék, akkor 6 darab barha nagy, ugye az van, azt hiszem, valami 500 férőhelyes, vagy hány férőhelyes, gyorsan ránézek, gyerekek. Mindjárt várjál. Ugye a marháknál vannak ilyen 600 férőhelyesek, meg itt is van, az 200, 100, 500, van 500 meg 600 férőhelyes, ugye, hogyha 6-ot leraknék ebből, az már is 3600 darab marha, azért az nagyon-nagyon sok. Nem ez? Melyik volt az? Ez volt. De hát ezt tudod mekkora? Ezt mindjárt mutatok neked valamit. Ez így ekkora. Ez így akkora, mint itt amilyen széles ez. Vagy mit tudom, milyen szosorítsam. Ezért nem akarom ezt felhasználni, nézd meg már azt te helyet. És ezt akkor mi? Lerakok egyet? Vagy hova? Így? Ugye? Ez nem, gyerekek. Ez nem igazán. Ebből egyet le tudsz rakni, talán, de még egyet sem. Így. Egyet, de akkor már kinn az úton az izé. Látod? És azért nem akarom ezt felhasználni, úgyhogy ezt ne is mondjátok, nem. Hanem akkor igazából valószínű, de hallod, ezen keresztben nem fér el, de durva. Úgyhogy itt kellene, én azon gondolkodok, hogy itt csinálnánk valahol. Itt, azon a részen. És a másik végén meg mondjuk csinálnánk a marhatartást. Azért jó, hogyha messze van egymástól, mert ugye nem árt, hogyha... Gyerekek, itt ez mi? Ezt meg tudom venni? Oda nézzé, meg tudom venni. Vagy pedig a 37-esen a jövő. Itt három teljesen különböző helyen csinálnánk. 37-es környéke. 37-es környéke, itt lenne a izé, itt lenne mondjuk a shipping dolog, vagy pedig itt fönn, az sem lenne rossz, várjál. Most lenne rossz, hogy itt lenne benne sorokba, bazza. Oda nézni testvére. Ez se rossz. Itt lenne. És akkor itt lenne alatta a 40-es. Egyébként a 40-es föld, az meddig ért? Aha. És a 40-es föld, akkor elég is lenne neki. Kaszálónak. Ugye ő neki csak fű kell, azt hiszem. Az jó lenne, akkor itt lenne fönt. És akkor alatta lenne a minden.
42-es meg a 36-os, akkor konkrétan így megmaradna, aminek akarom. A 37-esen meg mondjuk más csinálnánk, akkor ott meg csinálnánk a marhákat. Jó, gyerekek, írjátok meg, hogy szerintetek hogy legyen, mit gondoltok erre. Én valahogy itt tervezem. Nem éri meg nagy területen, nem éri meg a növénytermesztést. Direkt azért, hogy eladod, azért éri meg, hogyha beadod az állatoknak a kaját, és akkor azt azzal valamit csinálsz. Na jó van, gyerekek, elbúcsúzom. Nagyon szépen köszi a figyelmet. Jók legyetek. Sziasztok!